Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Önök VNTV-t, vagy Viva Natura televíziót láthatnak, ezen belül is az FAQ adás sorozatunkat. Benne Drábik János barátommal. Szervusz János. Köszönöm a meghívást. És egy olyan apró kérdést tettem föl Jánosnak, már egy pár héttel ezelőtt megírtam neki, hogy szeretném én már azt megtudni, hogy ki, mikor és mennyiért adta el az iszlámnak Európát, illetve lassan fehér rassz ilyen szempontból, és én most kicsit hátradőlnék, és akkor történelmi aspektusokból a jelenlegi döntéshozók magatartását el tudnád magyarázni, mert annyira hülyék ők se lehetnek, hogy holnap után őket is ugyanúgy megkergetik ezek a kedves iszlám hódítók, akik soha nem vendégnek, vagy kárpótoltak, hanem hódítóknak tartják magukat, és mi egy végre legyőzni lehetséges népnek tartják az egész keresztény világot, amit már nagyon régóta megígértek nekik, és nem árulok el többet, hagynálak téged kibontakozni. Igen. Azért van itt ez a könyv, mert hogy előre megkaptam ezt a címet valóban, amit most elmondtál, és ennek, ez egy nem túl régi könyv, ez 5 évvel ezelőtt íródott. Jó. Ugye az a címe, hogy Hidden History, a rejtett történelem, és The Secret Origin of, ugye The Secret Origin of the First World War. Na most, tehát a titkos eredete, az első világháború titkos eredete. Na most az első világháború, az tulajdonképpen most fejeződik be. Akkor, amikor Európa vazallusi státusza az teljes mértékben véglegesítve lesz, és ehhez a véglegesítéshez van szükség a tömeges migrációra Afrikából, a Közel-Keletről és a világ bizonyos más részeiből is, gondolok Pakisztán, Afganisztán, még Bangladesh is, stb. Na most, miért lényeges az, ami ebbe a könyvbe van? Azért lényeges, mert bebizonyítja, hogy amit mi tanulunk az első világháborúról, az úgy, ahogy van, nem igaz. És egy dolog ezt kimondani, hogy mi, amit az első világháborúról, hogy egy imperialista háború volt, Németország kezdte, mert az egyenlőtlen fejlődés révén, blö-blö-blö, stb. És utána pedig a Versailles békék azért, és sőt a háború azért folytatódjon, hogy soha többi háború ne legyen, stb. Na most ez a könyv, ez bebizonyítja, hogy ez, amit az iskolában tanulunk, általános közép és egyetemen, és amit a hivatalos történelem val, ez úgy, ahogy van, hazugság. Ez bizonyítja be ez a könyv. Magyarul elérhető ez a könyv egyébként? Ez a könyv még magyarul nem elérhető, németül már meg tudtam venni, tehát nekem ez angolul van, meg van németül is. Magyarul nincs még meg. Én kezdek beszélni róla. Aha. Na most ugye én természetesen nem fogom most elmondani, arra nincs lehetőség, de azért bizonyos dolgokra utalok. Először is arra utalok, hogy azok, akik megtervezték az első világháborút, és a központ, mi mindig azt hittük, hogy Franciaországban volt, mert ugye ott voltak a béketárgyalások, Versailles, Párizs, nem. Az igazi központ az Londonban volt. És egy olyan központ volt, egy olyan csúcselit, amely létrejött Cecil Rhodes-féle, és az Alfred Milner féle ilyen szuper titkos társaságokból, amelyeknek a pénzügyi háttere a Rothschild, Warburg, Montefiore, tehát az a pénzhatalmi csoportosulás, amely ekkor az Anglián belül működő korona birodalmat irányította, mert Anglia a brit világbirodalomban belül volt egy korona világbirodalom,
amely a pénzuralmi világ elit saját állama volt, és amelynek a központja a City of London volt, az volt a fővárosa, saját kormánya volt, saját törvényhozása volt, és így tovább, most nem mondom tovább. Ez rejtőz, ez egyébként ma is megvan. Tehát ma is a City of London az egy külön állam Anglián belül. Az a pénzuralmi világ elitnek a saját Vatikánja, hogy így fejezem ki magamban, olyan, mint a Vatikán Rómában, külön állam. Na most itt csak annyit akarom, hogy ez a pénzuralmi világ elit akkor úgy akarta helyreállítani a világuralmát, és stabilizálni a világuralmát, hogy egyrészt az akkor dinamikusan, mint a rakéta felfejlődött Egyesült Államokat ismét bevonja a Brit Commonwealth-be, a brit világbirodalomba, másrészt az Európába kinőtt konkurenset pedig megsemmisíti. Ez Németország. A Bismarcki Németország. Na most, ezt úgy tervezték meg, hogy ahogyan megsemmisítették a búrok álmát, Krügernek az államáról beszélek, Transvaal, stb., annak a mintájára megsemmisítik Németországot. És ennek a háborúnak az elkészítését úgy képzelték el, hogy egyrészt két, tehát ollóba veszik Németországot, mégpedig úgy, hogy Franciaországot nyugatról Angliával, és keletről pedig Oroszországot. Na most ehhez az is kellett, hogy Oroszországot, amely nagyon nagy rivális volt, és különösen azóta gyűlölték, hogy a észak-dél háborút a cár akadályozta meg, hát nem a háborút, de azt, hogy az eredeti tervek szerint menjen végre, mert ő oda küldte a csendes óceáni hajóhadat San Franciscóba, és a baltikumi hajóhadat pedig New Yorkba. És ezáltal a brit haditengerészet nem tudott beavatkozni. Tehát egész más lett az észak-dél háborúnak az eredménye, ugye 1861-64. Na, menjünk gyorsan tovább. Ezért az egyik, amit ez az agytrözt készelt, az az volt, hogy le kell állítani az orosz terjeszkedést, amely hát tudjuk, hogy ugyanizét eladták Alaszkát Amerikának 6 millió aranydollárért, de ment a terjeszkedés, egyrészt ment a terjeszkedés délfelé, már Himalájánál ütköztek, ugye, India, Kínába ütköztek, és ezért nem volt elég erős a brit birodalom, ezért úgy döntöttek, hogy Japánt ellátják Angliába épült hajóhaddal. Megépítettek Japánnak egy szuper modern hajóhadat, adtak rá kölcsönt, és ezzel a hajóhaddal, ezt a hajóhadat lényegében ráhúzították a délfelé, Mandzsúria felé terjeszkedő cári Oroszországra. Ez a hajóhad, mint tudjuk, az a oda menetelő cári, mert meg kellett kerülni Afrikát, stb. Még hadüzenet előtt elsüllyesztette. De ezek modern, Angliába épült hadihajók voltak, és ez az államok feletti pénzuralmi világ elit finanszírozta, az adott rá pénzt. Az a Jacob Schiff adott rá például Amerikából pénzt, aki utasítást adott az előkerült és meglévő távirószallagok, morzeszallagok alapján, amiket francia titkosszolgálat, mert ő adott tudósítást a cári család kivégzésére Jekatyerinburgba 1918. július 16-án. Benne van ebben a könyvben? Benne van, de ez itt mellékes. Most csak azt akarom mondani. Kisüllyesztettel kit, azt én nem értettem. A japán... A japánokat fölfejlesztették. Igen, ezt értettem. Oda ment az orosz flotta, és... Oda ment az orosz flotta, hogy védekezzen, aha, és azt még mielőtt beállt volna a hadiállapot, mielőtt már még küldtek akkor, volna a Japán, mert azok akkoriban az volt a szolgás, hogy hadüzenetet küldtek. Aha. Hadüzenet nélkül elsüllyesztették az orosz flottát. És utána elfoglalták Port Arthur, stb. Mindegy. Ezzel azt akarom mondani, hogy ez a banda, vagy mondjuk
világelit fogalom. Ez a világelit, ez lényegében csinált egy keleti szövetségest, ő adta a pénzt, ő adta a hajóadat, és ő adta az utasításokat. És ezzel Oroszországot meggyöngítette. Olyannyira meggyöngítette, hogy egy nagy válság jött ki, és majdnem elsodorta a rendszer. Tehát ezt tanultuk mi a történelemben, úgyhogy 1905-ös forradalom, nem? Uh-huh. Na most, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig készítették elő, hogy megbuktatják a cári rendszert, és az első világháborúnak az is a célja volt, hogy amikor megszervezik azt, hogy az Antant szövetség, tehát nyugaton Anglia, Franciaország, keleten Oroszország, harapófogóba veszi, tehát két frontos háborúra készíti Németországot, abban benne legyen a cár, holott ez az orosz érdekeknek a legteljesebb mértékben nem felelt meg. De itt kitalálták ugye a pánszlávizmust, és a pánszlávizmusnak az volt a lényeg, hogy gyertek, mert a németek az akadályai annak, hogy végre megkapjátok a tengerszorosokat, a Boszporuszt, meg a Dardanellákat, meg kijussatok a meleg tengerekre, és egyáltalán az az álom teljesülhessen, hogy az ortodox egyházak, amelyeknek a központja Oroszországban van, és a legmagasabb rangú feje maga a cár, az egyesüljön, stb. Tehát a pánszlávizmussal rávették Oroszországot, hogy saját érdekei ellen a németek ellen szövetkezzen, de ez nem ment olyan egyszerűen, mert ugyanis ebben a könyvben minden bizonyítva van, az a bizonyos 7. Edward király, akinek állítólag csak államfői jogai voltak, de ténylegesen nem gyakorolhatta. Ténylegesen ennek a titkos elitnek az embereként volt az, aki el tudta intézni, hogy például az ő ügynök, egy Izvolszky nevű úriember legyen a cári külügyminisztere. Aztán, mikor kellett ez az Izvolszky arra, hogy legyen, aki korrumpálja a francia vezetést, akkor az Izvolszkynek egy emberét rakták, a Szazonovot, mind a kettő szabadkönyves külügyminiszternek a cári Oroszországba, és az Izvolszky pedig ment Párizsba, és előintézte, hogy ennek a pénzhatalmi elitnek az ügynöke legyen Franciaország vezetője, akit úgy hívtak, hogy Raymond Poincaré. Na most Raymond Poincaré Izvolszkyon keresztül sok millió aranyfrankú pénzt kapott, megvesztegetési pénzt. Így lett először miniszterelnök, utána pedig államelnök, mert a Clemenceau, meg a többiek. Na most tovább nem mondom a neveket, csak létre tudtak hozni egy olyan szövetséget, hogy Németország körület került. Utána megindultak a különböző akciók, hogy hogyan kell becsalogatni a háborúba Németországot, de ez soha nem ment bele, hanem mindig arra nyomta ki a diplomáciát, hogy tárgyalások legyenek, itt most gondolok Agadira, meg más dolgokra, és ezt azért tudták ilyen ügyesen csinálni, mert egy bizonyos Alfred Milner, aki a kerekasztal szövetségnek volt a vezére, meg a különböző ilyen titkos, bensőséges társaságoknak, akik átvették Anglia kormánya feletti hatalmat is, mert az ő emberek lettek a miniszterelnökök, és így tovább. Ezek kipróbálták, hogy kell az első világháborút megcsinálni Dél-Afrikába. És a dél-afrikai módszert áthozták Európába, és annak alapján szervezték meg a háborút. Itt most ezzel leállok. Azzal folytatom, hogy ez a társaság Amerikát is a kézben tartotta, mert ugyanis kiterült, hogy ez nem csak ezt az angol szász álmot kergeti, hogy úgy jönjön létre a világállam, hogy angol szász világbirodalmat alakítsák át új világrendként egy világállamá, hogy visszahozzák a volt gyarmatot,
nem fogják elnevezni gyarmatnak, de ugyanaz a státusza lesz, mint Kanadának vagy Ausztráliának, tehát nem lesz más státusza. Erre is kidolgozták a terveket, ebbe sem megyek most bele. Lényeg az, hogy ez volt az elképzelés, hogy létrehoznak egy olyan nemzetek szövetségét, ami már a világállam lett volna, ami nem volt sikeres. Megbukott, most csak utalok rá, hogy a folytatása az ENSZ, ami szintén nem sikeres, mégis most tulajdonképpen egy nagy, mint a főnix madár, egy nagy újjászületés előtt van, óriásiakat ugrok, mert hiszen a második világháború az első világháborúnak volt a folytatása, hiszen a bolsevik rendszer ugyanennek a hatalomnak a finanszírozásával tudott létrejönni. Közismert, hogy az a Jacob Schiff, aki utasítást adott távirószallagon, megvannak a morze szallagok a cári család kivégzésére, ugyanaz adott Trockinak 20 millió dollárt. Ezek bizonyított tények. Na most, és a Leninnek meg a Warburgok adtak 20 millió aranymárkát. Az aranymárkát azt jelenti, hogy még a infláció előtti pénzről van szó, aminek még stabil értéke volt. Na most, a második világháború, mint tudjuk, azzal ért véget, hogy Németország tökéletesen meg lett semmisítve. Ma is van egy Németország, de az nem más, mint ennek a pénzhatalmi világelitnek, és az őt kiszolgáló szabadkönműves politikusoknak, és itt mindegy a párt, mert mindegyik pártban benne vannak, mert tulajdonképpen a nemzetközi szabadkönyvesség az ennek a pénz államok feletti hatalomnak az egyik nagy globális politikai titkos szervezete. Minden politikai pártban benne van, rejtőzködve. Néha idiotizmusig menő politikát folytatnak, mert például a svéd szabadkönyvesek, mint az idióták, úgy politizálnak. És majdnem erre a szintre süllyesztették Németországot is, de ebbe sem megyek is bele. Hanem amit folytatni akarok, az a következő. Mivel Európának a vazallusi státuszát, a teljes alárendeltségét csak úgy tudják elérni, ha azokat a több mint 100 éve részleteiben kidolgozott terveket Amerikára is kidolgozták, Európára is kidolgozták, most csak a Kudeove Kalergi nevét említett, de több mást is lehetne. Ezeket a terveket mondhatják végre, és azt is meg kell említeni, hogy az a brüsszeli társaság, a mai, az Európai Unió, mai brüsszeli bizottsága, tehát nem az Európai Unió tanácsa, amely még a szuverén államoknak a vezetőiből, hanem ez teljes mértékben szabadkönyves irányítás alatt áll, és ennek az államok feletti világelitnek, mondjuk így, tulajdonképpen egy végrehajtó apparátusa. Na most ezek már az 1973 óta, de lényegében 73 óta felgyorsítva, de 1970 óta a mai napig több mint 30 olyan nemzetközi szerződést kötöttek a különböző arab országokkal, hogy Eurábiát létrehozzák. Hogy Eurábiát létrehozzák. Aha. Na most Eurábia létrehozásához többek között arra is szükség van, hogy egy óriási előnyomulást tegyenek, előaradást tegyenek elsősorban a pénzben gazdag, de a pénzügyileg erős tehát olajgazdag arab államok irányába. Ezért rendkívül fontos, hogy a közel-keleti térségben teljesüljön ennek a pénzhatalmi világelitnek az ottani helyi kihelyezett állama. Ő hozta létre. Ez az ő állama. Izraelnek az az igénye, hogy helyi hegemon legyen. Na most, Izraelnek be van ígérve, hogy ennek a térségnek te vagy a regionális hegemon állama. Te vagy tulajdonképpen a helyi uralkodó ország. Annál is inkább, mert egyedül Izraelnek van atombombája. Izraelnek a Pentagon nyilvántartásai szerint körülbelül 400 atombombája van.
Na most, de az, hogy Izrael ezt a funkcióját el tudja látni, hogy ő legyen a regionális hegemon hatalom, ennek útjában van Irán. Na már most ezért Iránt minden áron fel akarják darabolni. Körülbelül három részre a tervek elkészültek. Ebben benne vannak, mert Irán síta, ebben benne vannak a szunita, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátus, Kuwait, és így tovább sorolhatnám. És természetesen ez az oka annak, hogy mindenáron fel akarják darabolni Szíriát is. Mert Szírián keresztül vezet Iránnak az útja a földközi tengerhez, hiszen Szíriának vannak földközi tengeri kikötői. És ezért van az, hogy, hogy ez a mostani bevándoroltatás, meg az, ami most történik a közel-keleti térségben, a legszorosabban összefügg egymással. Mert ugyanis Iránt nem biztos, hogy egy nagy háborúval fel lehet darabolni. Ezért úgy akarják feldarabolni, hogy összeomlasszák a pénzrendszerét, belső káoszt csinálnak, csinálnak egy ilyen narancsos, grapefruitos, színes, bársonyos belső forradalmat, és szétverik az iráni rendszert. Na most ez összefügg Észak-Koreával is, ugyanis Észak-Korea, ha nem tudnak a helyzeten, Észak-Korea bármikor átadhatja az atom kutatásainak az eredményét, bármikor átadhatja Iránnak. Tehát itt egy olyan viszonyok vannak, amikor ennek a pénzhatalmi világelitnek, amely be akarja fejezni a világállam kiépítését, el akarja, semlegesíteni akarja két ellenállót, Oroszországot és Kínát, és most már hozzá kell Iránt is számítani, akkor tulajdonképpen rendkívül fontos szerepe van ahhoz, hogy Európát végleg vazalos státuszba hozza, mert ugyanis a NATO erői Európában érintkeznek Oroszországgal. Mert ez a hatalmi elit teljesen hazug módon becsapva Gorbacsovot, meg az akkori szovjet vezetést, mert megígérték a hozzájárultok a német egységhez úgy, hogy Németország, az egységes Németország maradjon a NATO-ba, a NATO egy új nyitse megy keletre. És már az összes kelet-európai ország lényegében NATO tag, és az összes ígéretüket megszegték hazug módon, mert ennek a pénzuralmi elitnek az az egyik legkártékonyabb tulajdonsága, hogy egy szavát nem lehet elhinni. Úgy hazudik, hogy egyik szem, mert azt mondja, nem az számít, hogy én mit ígértem, hanem az számít, hogy mi az, amit én meg tudok tenni. És minden, amit meg tudok tenni, mert van rá elég hatalmam, és nincs elég ellenállás vele szemben, akkor azt megteszem. Van egy kérdésem, János. Egyébként ezt elmondtál, az erősebb kutya nem életet című dolog, és egy kicsit a románok attitűdjére is hasonlít, de nem ez az érdekes. Ugye ott van Törökország, amiről most egy szót nem említettél még, és a második legerősebb NATO hadsereggel rendelkezik, de ugyanakkor ő már észrevette, hogy azért Németország nem az igazi barátja, hanem csak kellett neki ebbe a szituációba. Akkor ott lehet látni, hogy ott van az örmény kérdés, ami egy forráspont, viszont Oroszországnak ott óriási szövetségesei vannak, mert Irán, török, ugye kétszer találkoztak ez a négy elnök, a szíriai elnökkel, és ugye háttérben ott van Kína, aki várja, hogy ezek ott mit ügyködnek, és a világ második legerősebb hadseregével ott mosolyog az arcukba, háttérből irányítja Észak-Koreát, mert az összes atomfegyverét tőle kaptak, tehát még bonyolultabb a helyzet, mint ahogy gondolnánk, és Iránnak van a megnem támadási egyessége Oroszországgal is. Ezt nagyon, nagyon nehezen nem tudják és elfelejtik, és abban a pillanatban, ahogy te mondtad, hogy pénzügyileg szétrobbantani egy országot, na ezt már Irán az embargó kapcsán nagyon jó kivétel. Láttuk, hogy hogyan reagált rá, gazdaságilag megerősödött. Én csak a kérdésem akkor, bocsánat, hogy ez a Törökország című, ami egyébként meg iszlám vallású ebbe a dologba, viszont a második legerősebb NATO hadsereggel felfegyverkezve rendelkezik, ő ebbe az egész konfliktusba milyen módon fog beleszólni? Azért itt Törökországról fogok beszélni, de a Iránhoz annyit még hozzá kell tenni, hogy azért nem tudtak kivédeni. Mert pontosan arról van szó, hogy,
hogy minden olyan akcióval, amivel Szíriát támadták, azzal automatikusan növelték a riál inflációját. Tehát lezajlik egy állítólagos gáztámadásnak a megbüntetése, és a riál óriási tempóban inflálódik. És ma már 60 ezer riálba kerül egy dollár. Több mint 60 ezer riál egy dollár. Vagyis Iránt sikerült a csőd szélére manőverezni, mert ráadásul a szaudiak meg egy csomó más visszatartják a nekijáró, az olajért nekijáró összegeket. Tehát itt arról van szó, hogy ez egyáltalán nem egy lefutott ügy, ami pedig, és hát most azért, ha már itt vagyunk, május 12-én akarja fölmondani Amerika az Iránnal 2015-ben kötött atomalkut, tehát egy ilyen nukleáris szerződés, hogy Irán mindenféle nukleáris fegyver programját nem csak, hát 2003-ban már abbahagyta, de hogy ilyet nem fog folytatni. Na most, ha Amerika azt mondja, hogy én azt mondom, hogy ezt Irán nem tartotta be, vagy én úgy gondolom, hogy nem tartotta nincs be. Nincs rajta sapka már is. És ezért én visszaállítom a szankciókat. Na most, mert itt erről van szó. Mert ha visszaállítják a szankciókat, akkor azonnal kész a talaj egy narancsos, bátoros, grapefruitos, rózsás, akármilyen műforradalomra, mert olyan nyomás nehezedik a iráni társadalomra, ahol 25% a munkanélküliség, és óriási az infláció, tehát ki tudnak csinálni, kikényszeríteni egy olyan belső feszültséget, ami egy robbanáshoz vezetett. Tehát itt erről is szó van, de te említetted az izét, említetted örömmel, igen, ott is erről van szó, mert ugyanis az oroszok ellen is megy az ember, ki áll most fegyvereivel Irán mellett. Oroszország áll ott, Kína is ott áll, mert Kína a legfőbb kereskedelmi partner, de fegyvereivel Oroszország van ott, és melyik kaukázusi országban van még ott Oroszország? Egyedül Örményországban, mert a grúzoknál nincs ott, hát Szalkasvili, stb. Az azeriknél nincs ott, de Örményországban még ott van. Mindjárt, hogy az oroszokat kipaterolják, csinálnak egy gyümölcsös, bársonyos, narancsos, akármilyen, Saul Alinsky és Gene Sharp-féle ilyen műforradalmat. Ez így függ össze? Na már most visszatérve Törökországra, amit említettél. Törökország azért van benne a dologban, mert Törökországnak nincs atomfegyvere. Izraelnek van atomfegyvere. Hagyományos fegyverzete van neki, óriási. Törökországnak hagyományos fegyverzete van, de kinek van atombombája? Aki Törökországot, ha kell, be tudja bénítani bármikor. És ezt ne felejtjük el, mert mondok én valami mást, amiről nem nagyon szoktak beszélni. Van egy ilyen úriember, megmondom a nevét, úgy hívják, hogy Martin van Creveld, még egyszer mondom, mert le fogják ellenőrizni. Martin van Creveld, ez egy holland nép, ugyanis az úriember Rotterdamba született, de Izraelbe egyetemi tanár, és az ő szakmája a katonai biztonság, a fegyverkezés. Ennek az kiváló egyetemi tanár. És ő mondta, elhoztam még a táskámba is beraktam, itt van. Hogy Izrael minden európai fővárosra ráállított egy atomrakétát. Mert ha Izraelnek úgy alakulnak a körülményei, hogy pusztulnia kell, akkor pusztuljon Európa is. És ezt nem én mondom, még egyszer mondom, ha valaki ezt nem hiszi el, akkor írja be az interneten, hogy Martin van Creveld, és olvassa el az ő tanulmányait, hallgassa meg a nyilatkozatát. Vagyis az igazi nagyhatalom ebben a térségben azért Izrael, mert neki van egyedül nukleáris fegyvere. Ezt hallottam megint, tehát hogyha ők ezt a hogy kiválasztott nép nem éri el a győzelmét, nem is ugye már annyi kiválasztott nép van, ott van már
ott van az iszlám is, akkor ő inkább elpusztítja a világot. Na most előtte, mivel ide jönnek, ugye megmondta Szijjártó Péter, hogy itt van Európa legnagyobb zsidó közössége, akkor a zsidó élé a zsidó című, ez megint nem menjünk bele. Törökország, amikor volt az Erdogán ellen a merénylet, ott is kiderült, hogy volt egy kis CIA, meg mindenféle dolog. Tehát hogy nem véletlenül akarták őt elmozdítani, mert ez egy óriási nagy rizikó a számukra, hogy ekkora regionális, hagyományos fegyverzetet ellátott hadsereg, ami egyébként tehát amikor atomháború, az mindig a legvégén van. Előtte bombázgatnak, gyilkolásznak, stb. És ott a török nyelv, az egy jelentős nyelv ebben. De azért én nekem sajnos nincs nagy török szimpátiám, mert amióta megismertem az iszlámot, hogy az egy intoleráns, középkorban leragadt, erőszakos vallási ideológia, amely nem hajlandó elismerni, hogy az európai népeknek a saját keresztény vallásuk és ideológiájuk az ugyanannyit ér, mint az övék, mert az európaiakat azt pogánynak tartják, az övékét isteni eredetűnek, eleve idejönnek és Európát az övékének tekintik, mert Európa gazdagságát is Allah adta, és Allah miért adja a pogány keresztényeknek, mert itt vannak a jó muzulmánok. Akkor ez az övék. Szóval, és nem lehet egy ilyen intoleráns, erőszakos, primitív kultúrát elfogadni. Ettől minél távolabb kell lenni, mert ugyanis akkor húzzák be magukat egy kicsit, és hajlandók a másik vallási ideológiát is tisztelni, amik gyengébbek. Mihelyt megerősödnek, a legdurvább erőszakosságot alkalmaz. Tehát én az iszlámot ma már olyannak tartom, ami meghaladja az emberiségnek azt az igényét, hogy a természet törvényeihez igazodó természetes élete legyen. Az iszlám természetellenes. Jó. Ez a bajom vele. Ebben és hogyha egy Törökország egy ilyen természetellenes kultúrához tér vissza, és annak is a fanatikus változatához, azt én nem tudom egy pozitív fejleménynek elfogadni. Jó, ugye akkor beszéltünk már arról, hogy az iszlám a bizánci kereszténységet elfoglalva, stb. Ott is voltak bizonyos bankárkörök, akik az egész európai hadjáratot finanszírozták, és az iszlámnak már nem csak most ígérték oda Európát, hanem már a középkor. Tehát ez a visszavágás a szent háborúra, igaz, a Szentföld ellen, és folyamatosan próbálják Európát elfoglalni, és ez a bankárdinasztia, aki annak idején a török hadakat finanszírozta, mert azoknak se volt meg mindenük, amik eljöttek, hát a fegyverek nagy részét itt Európába bérelték a németektől, az ostromágyaiktól kezdve, nem hozták el onnan, Isztambulból, tehát lehet látni, ugyanaz a bankárvonal, akit most nem nevesítünk, de ők benne voltak, de 500-600 éve odaértékeltek az iszlámot, csak akkor volt még egy olyan keresztény erős állam Európában, amit úgy hívtak, hogy Magyarország, aki ezt fölvette a kesztyűt, és az iszlámot elzavarta. Utána láttuk, hogy nem, hát ráment. Ráment, 150 ráment. Évig. 150 évig itt volt. És nem csak, hogy így, hát ugye egy közismert tény, hogy az iszlám hódítás előtt Magyarország lakossága majdnem 5 millió magyar ajkú lakossal rendelkezett. Körülbelül ennyivel rendelkezett az angol királyság angol ajkúval. 150 év múlva volt több mint 8 millió angol ajkú, és alig volt 1,5 millió magyar ajkú. Tehát a törökök, az iszlám kiirtott minket, akkor is nem a török, az iszlámmal van baj. Az iszlám egy erőszakos, középkori vallási ideológia, és sokkal inkább, na és hogy miért lépett, akkor már válaszolunk, azért lépett szövetségre. Ez az államok feletti világuralmi elit azért lépett szövetségre az iszlámmal, mert az iszlám akkor se fogadja el a szuverén államot, a nemzetállamot. A nemzetállamok egyáltalán nem érdeklik őket. Ő világkalifátusba gondolkodik, ugyanúgy, ahogy az államok feletti pénzhatalmi elit pedig egy világállamba, egy szekuláris világállamba gondolkozik, bár akar hozzá egy világvallást is, egy ilyen szinkretikus világvallást, és sajnos a jelenlegi vatikáni vonal bizony
folytatja az európai kereszténység és az iszlámnak a vegyítését. Egy ilyen kevert vallást akarnak, hogy egy kevert génű lakosságot is akarnak, mert ennek a pénzhatalmi világelitnek az az érdeke, hogy egyfajta helóta népesség lakja az egész világot. Nem lehetne, hogy ezek a Ábrahám testvérei, ezek úgy egymást úgy lerendeznék, minket meg hagynának békén. Az egyiknek egy ócska goly vagyok, ugye, vagy egy gyaur, hogyha törökül, a másiknak egy kafir vagyok. Édes drágáim, én szeretlek benneteket. Rendezzétek le egymást, mondjuk nem itt, hanem ott azon a környéken, ahol van a dolog. Mennyi esély van, mert ugye azért lenni, ha az iszlám idején Európában azért az izraeli közösségek itt elég erősek gazdaságilag és népességben is, és látjuk már, Szijjártótól hallom, hogy azért erőszakos cselekedetek vannak már a zsidó lakosság, a zsidó zsinagógák. Igen, de az egyáltalán nem, mert én meg viszont éppen néhány évvel ezelőtt ugye Münchenben vannak rendszeresen ezek a stratégiai táj, és ott maga Netanyahu mondta el, hogy igenis van egy olyan elképzelés, hogy legyen Eretz Izrael. Na most Eretz Izrael az a Bibliából származik, az a Mózes könyvében van, hogy Eretz Izrael és Nagy Izrael, az a nagy egyiptomi folyótól, hát nincs más, mint a Nílus, tehát de így van, hogy a nagy egyiptomi folyótól, így van a Bibliában. Terjed az Eufráteszig. És az Eufrátesz neve benne van a Ószövetségben. Na már most, ez egy mekkora terület? Hát ebben benne van például Sínai félsziget, ebben benne van Jordánia, ebben benne van Libanon, Szíria. Tehát az egész levantei térség, tulajdonképpen Irakból is valami, tehát ez egy elég nagy térség. Na már most, hogyha ez Nagy Izrael, ez Eretz Izrael, akkor innen rengeteg arabnak el kell menni hová? Európába, ugye? Nem Szaúd-Arábiába, oda nem akarnak menni. És akkor innen a zsidók még visszamennek Eretz Izraelre? Persze, persze. És hogyha sok atrocitás van a zsidók ellen, akkor jönnek vissza Magyarországra. Menjenek. Hát ugye Magyarország lehet, hogy egy... Én ugyan pontosan nem tudom az erre vonatkozó elképzeléseket, de mivel valóban a Franciaországban élő zsidó közösség után Európában a legnagyobb zsidó közösség Magyarországon él. Na most a magyarországi zsidó közösség speciális módon viszonyul Magyarországhoz. Szereti Magyarországot. Még akkor is, hogyha mindenféle egyéb más hang is van, de ők szeretik Magyarországot, szeretnek itt élni, és én el tudom képzelni. De mi szeretnénk ám itt élni? De szerintem a megoldás az, hogy meg kell találni a modus vivendit, úgyhogy tehát ugye mégis ez Magyarország, mi magyarok vagyunk itt ugye sokszoros többségben, mégiscsak arról van szó, hogy nekünk arra kell törekedni, hogy az itt élő zsidó közösség úgy szeresse Magyarországot, mint a hazáját. Mint a hazáját, erre kell nekünk törekedni, úgy szeresse, mert egyébként sok ilyen zsidó társunk van. Sokat beszéltünk már erről, sok ilyen zsidó társunk van. Megint Rábikot idézek. Én nem akarok. Nem akarok, de pozitív, amit mondok. Igen. Ugye itt van, aki beszéli a magyar nyelvet, de amikor egy döntéshozáshoz közeledik, akkor a vallás identitásához, és nem a magyarság identitásához kötődik. A másik az, aki elsőképpen magyarnak vallja magát, elég sok ilyenről beszélgettünk, és másodszorban fogadjuk el. Én ezt nagyon megéltem Amerikában, ahol bizony lényegében magyar zsidók által járt egy társaság volt, Magyar Irodalmi Társaság ez volt a neve, és ott bizony azok, akik magukat zsidó-magyarnak tartották, azok mindig ragaszkodtak a magyar himnusz elénekléséhez. Akik pedig magukat magyar zsidónak tartották, azok pedig nem ragaszkodtak hozzá. Mert különböző volt az egyik inkább Izraelhez vonzódott, a másik meg inkább Magyarországhoz. Ilyen van, de nagyon sok igazán olyan őszintén magyarra lett, tehát a zsidó közösségnek sok olyan is, és most nem akarok írókrát, mondhatnám a
Karinti Frigyestől Szerb Antalon át, Radnóti Miklóson át, nem sorolom. Szóval itt arról van szó, hogy az egyetlen megoldás, hogy mindenki, ha lehet, találja meg a modus vivendit, és mindenki egyformán szeresse ezt a magyar hazát. És ha lehet, mindenkinek fájjon Trianon. Ezt akartam mondani. Látod, mindenkinek fájjon Trianon. Elvetted a végszavamat. Elvetted. Ez a lényege, ha Magyarországon a bírói kar, az ügyvédi kar 85%-a nagyon okos zsidó emberekből áll, akik között a magyar érzelmiség legalább annyira erős, mint maga a vallási identitása, akkor pontosan az a bizottság, amit te szeretnél, hogy létrejöjjön, ami legalább az igazságot felveti, mert azért itt a magyar zsidókat ugyanúgy dobálták ám Szlovákiából ide, tehát én ismerem ezeket a... Tehát ők ugyanúgy elszenvedték velünk ezeket a közös dolgokat, mert a minden hatalom felett álló drága zsidó testvérek folyamatosan áldozatként odadobták őket, tehát nekik is érdekük. De az erdélyi zsidók is magyarnak váltották. Így van, ezt pontosan elnézést, hogy most őket nem mondtam, csak a felvidéki zsidóságra emlékeztettem, tehát igenis van itt lehetőség arra, hogy összefogjunk. Egyébként most kaptam egy levelet, hogy vidéken már a zsidó kérdés nem kérdés. Ez a lényeg a dolognak. Tehát ott válvetve tudják az emberek, hogy mi a saját közös érdekük, és azt szerint cselekszenek. Tudod, és ha a zsidónak kicsit fifikásabb az agya, pontosan ezt a rendszert nagyon jól ismeri, amivel az egész Trianont ránk kényszerítették, akkor miért ne tudnánk ebbe összefogásba lenni? Én ezt mindig elmertem mondani, nekem rengeteg zsidó barátom van, én zsidó iskolába nőttem fel, azt tudtam, mi ez a zsidó, hozzáteszem, mert akkor még nem zsidóztak, meg semmi ilyesmi nem volt, ismerem az észjárásokat, zseniális emberek vannak közöttük. Én azt látom egyébként, hogy a magyarok között is sokkal több zseniális ember lehetne, de sok esetben olyan exponált helyeken, ahol művészeti körök, felvételiző bizottságok, nem mindig a magyar értelmes gyerekek kerülnek. De ebbe megint nem menjünk bele, tehát csak az volt a végszavam, hogy igenis én is konszenzus párti vagyok. Csináltunk egy adást, amit több mint 200 000 néztek meg, és a magyarság sorsa a felelősen gondolkodó zsidóság kezébe van. Emlékszel még erre a mondatra? Igen. Tehát, hogyha ők vannak a pozíciókban, állami szinten, stb., akkor igenis ez az egy módszer van, amit te most kimondtál, az, hogy kössük meg a békét. És abba versenyezzünk, hogy ki szereti jobban ezt a magyar hazát, és ki az, aki többet tesz érte. Így van. Mert közös hazánk. Közös hazánk van. Tehát mi befogadtuk ide őket több száz évvel ezelőtt, ők már magyarnak érzik magunkat, és mi is testvéreink. Mindig azt mondom, zsidó testvéreink. Tudod, mert ha bármiféle ellenség státus csinálsz, abban mindig csak háborúskodás lesz. Tudod, mindig... Én ezzel teljesen egyetértek. Teljesen egyetértesz. Na. Igen. Hát egyébként nagyjából mindig mindenben egyetértünk, csak ezeket a különféle aspektusokat ki kell válogatni. Én nagyon megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ez a három adás szerintem megint sok gondolatot ébresztett, de jobban érezzük a motiváló rugókat, viszont már itt van, és János, egyet kell értenem abban a dologban is, hogy itt van az a lehetőség, hogy most ebbe a Európának ennek a Trianonjába, mi ebbe az óriási történelmi vérzivatarba ne vegyünk részt. És amit elmondanak különféle jósokat, Pió atya, stb., hogy a magyarság fog példát mutatni Európának, hogy akkor nem nemzetállamok, hanem milyen szót használsz helyette? Szuverén államok szövetségeként, ahol már nincsen se szlovák, semmi, csak a hazáját, hazának tekintő emberek szövetségéről van szó, tudja azt a gyönyörű, semleges vonalat itt képezni Európa testén belül, hogy ne kerüljön ez a két órási front egymásra szembe. Ez a Zsezsinszki, egyszer majd beszéljünk már erről, mert nekem egy kedvenc témám ez a semleges zóna, nem sokat lehet hallani már róla, de a te tudásodból ismerem ezt is. És az a konfluzió a dologban, hogy igenis az iszlám ránk szabadítása, ez egy több száz éves történet, aminek most a kulminációs pontját érjük el, de az ideológia, a gondolkodásmód ugyanazok az emberek, akik ma is irányítják a világot, de, és erről is beszéltünk már, hogy a zsidóság szent harca a zsidóság ellen, tehát a nemzeti érzelmű zsidóság igenis az, aki szövetségre tud lépni azokkal a nemzetben lévő más nemzetiségű emberekkel, és innentől tűnik el maga az a nemzetfogalom, viszont a szuverenitás az meg egy mindenkinek azonos jogokat nyújtó nemzetállamnak a neve. Már, tehát, hogy itt van a kutyafogta róka, tehát nem a nemzetállamunkat kell elveszíteni, hanem az, hogy a szuverenitását mindenkinek adjuk meg. Mert látjuk, hogy velünk mit tette, akkor mi ebből tanulva ugyanezt... Azért kell a szuverenitás,
mert a szuverén államnak még választott vezetői vannak, akik elmozdíthatók. A pénzhatalmi világelitet senki nem válassza. Az azért is rejtőzködik, mert óriási hatalma van, de ez a magántulajdonán alapul, és ezt a hatalmat nem ellenőrzi az a népréteg, amely felett gyakorolják. A szuverén államoknak még választott vezetői vannak, akik visszahívhatók, leválthatók, ellenőrizhetők. Tehát egyedül demokrácia csak itt lehetséges. Államok feletti hatalom az eleve nem lehet demokratikus. Az csak autokratikus, diktatórikus lehet. Köszönöm szépen, itt van a pont vége, és még egy téma, legközelebb jössz. Én igazából történelmet jól ismerve azt látom, hogy az igazán nagy változások ott tudnak bekövetkezni. Például egy Mátyás király időszakban, amikor azért a hatalom központosodik, mert látjuk, hogy a demokrácia nevében milyen gyengítő erők képesek az igazi demokráciát illegitimé tenni és nevetségesé tenni, és ilyenkor akkor valaki képes erőt mutatni és összefogni a népet a nép érdekébe, azt nem feltétlenül diktatúrának hívnám, hanem egy autokratikus autor. És vezetésen. Nem biztos, hogy az rosszabb. Ezt mondom, ezt akartam. De erről beszéljünk majd egyszer, jó? Jó. Köszönöm, kedves nézőink! Én nagyon örülök, ha János néha meglátogat hozzánk, és még nyáron nagy szeretettel várunk, hogy aztán ősszel gyere újra. Jó, nagyon szívesen. Jó egészséget, és nagyon sokáig tartsd meg magad nekünk, mert az a tudás, ami benned van, hidd el, azért nagyon kevesünk tudja. És én köszönöm, hogy beszélgethetek veled itt időre. Én is köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, VNTV-t, Vivonatúra televíziót láthattatok. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portáján találjátok. Viszontlátásra!